világ egyik legnagyobb népszerűségének örvendő technikai sportága. Hihetetlenül látványos, brutális gépek mérik össze erejüket, és köztudottan az egyik legnagyobb felkészültséget igényli a pilótáktól. Jobb, 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 jobb. És persze a legnagyobb felkészültséget igényli az autóktól is, amit profi csapatok építenek és szervizelnek. Belencei Ádám autóversenyző 2019-ben összetett harmadik helyen végzett kategóriájában. Idén, bár még nem lehet tudni, hogy hogyan alakul a szezon, de ambiciózusabb tervei vannak. Én megcéloztam a bajnoki címet, és ezért próbálok mindent megtenni. És Ádám, ahogy látszik, nem csak a szavak embere, keményen edz egy speciális edzőteremben, ahol kifejezetten sportolókat, autóversenyzőket treníroznak. Leginkább szerintünk a stressz tolerancia, a megosztott figyelem és a koncentráció fenntartás az, ami a teljesítményüket befolyásolja, úgyhogy ezeket próbáljuk minden edzésen fejleszteni. Ide csücsatog ura, láb alapjáraton a levegőbe. Az lesz a feladat, hogy minél több kört csinálj, emellett amikor fölvillan valamelyik lámpa, azt le kell nyomnod, oké? Úgy tekinthetünk a fagolyós részre, mint hogyha az lenne a vezetési rész. A többi pedig mind a külső inger, amit ugyanúgy be kell fogadni a versenyzőnek, viszont a vezetés mindig a fókusz. De a kognitív képességek fejlesztése mellett természetesen a fizikai erőnlét növelése is kulcsfontosságú. Csinálj meg 3x10 húzást térrészen, jó? Kormányforgatása. A speciális edzés szerves része a szimulátorozás is. Ez persze ezen a szinten nem játékot jelent. Ilyenkor látunk, hogy tudja azokat a képességeket átültetni, amiket napi szinten gyakorlunk velük. Fókusz, fenntartás, megosztott figyelem, szemkész koordináció, ez mind-mind a versenyzés és a vezetésnek fontos képességei. A sikerhez mennyire járul hozzá a technika? Egy technikai sport mévén azt gondolná az ember, hogy az, hogy milyen autóban ülsz, az meghatározó. Idénre váltottunk egy típust, Skodával fogunk indulni. Sikerült már kipróbálni az autót, nekem nagyon tetszett, úgyhogy én bizakodó vagyok az évre nézve. Ádám a szimulátor után egy különleges, sötét szobába is fejleszti képességeit. Mielőtt azonban ezt bemutatjuk, nézzük meg a pilóta által említett autót, egészen pontosan a műhelyt, ahol a versenyautót felkészítik. VRC2 kategóriába mennek, ami egy R5-ös szabálynak felel meg. Ez a privát szférában a lehető legjobb kondícióban létező versenyautó. Így húzza meg, és akkor az egész kormány a kezedbe fog esni. Csak egy kicsit vár. Aztán! És ez miért jó egyébként? Hát, hogy könnyebb legyen beülni? Igen, meg mondjuk, hogyha balesetet szenvedtél, akkor így könnyebben ki tudnak az autóból szedni. A kormány mellett azért más furcsaság is van az autóban. Ez a váltó? Igen, az a váltó. És miért jó az, hogy ilyen magasan van? Tehát azért, mert kényelmesebb dolgozni? Kényelmesebb, meg ha jól megnézed, ez a kormány, meg a váltó között, mekkora kis... Tehát nagyon gyorsan, igen, át tudsz nyúlni. És itt minden úgymond század másodperc számít. Az autót a legmodernebb felszereltség és legbiztonságosabb kialakítás, valamint a legegyszerűbb belső dizájn jellemzi. De a külcsín a versenyautónál nem is szempont. Az sokkal inkább, hogy gyorsan javítható legyen egy verseny alatt. 10-15 perc egy komplett hátsó futómű csere, 25-30 perc egy váltócsere. Ami a szerviz leírásban hozzávetőlegesen egy napos munka lenne. Egy ilyen versenyautónak a szétszerelése az a gyakorlatban mit jelent? Tehát tulajdonképpen elemeire bontjátok az autót? De egy csavar sem marad benne. Minden csavarját kiszedjük, újból átnézzük a csavarokat, lefényezzük a úgymond csúnya elemeket, és újból összerakjuk. De az autó természetesen nem itt építik össze. A gyárból veszik a versenyautókat, amit aztán a pilóta igényeinek megfelelően beállítanak. 4 keréken az autó jelenleg ára 241.000 euró. Azaz? 80 millió forint a mai árfolyamon körülbelül. Nagyon nehéz az anyagiakat erre előteremteni, és ugye nekünk előre kell biztosítani az autószerviz, mindent is, utána jön a bérlet. Hát ezt mi is csak úgy tudtuk, hogy banki segítséggel tudtuk ezt előteremteni. Az automotorsport ilyen szempontból egy
viszonylag ritka finanszírozási terület Magyarországon, de vannak rá finanszírozási termékek. És ha ez megvan, akkor első lépésként a vállalkozásnak egy életképes, jól kidolgozott üzleti tervvel kell a finanszírozóhoz érkeznie, valamint, hogy mindezek előtt felmérjék a piaci igényeket. Nagyon fontos, hogy egy vállalkozás az üzleti terv kezdeti lépéseinél üljön le egy kockás papírral, és vegye végig mindazokat a kockázati tényezőket, mindazokat az üzleti terv megvalósítását befolyásoló lehetőségeket, amelyek a hosszú távú sikerességét befolyásolhatják. Nem csak az a lényeg, hogy hozzájusson ahhoz a hitelhez, ahhoz a támogatáshoz, ami segít elindítani a vállalkozást, vagy megvalósítani a fejlesztési célt, de az is, hogy ez a vállalkozás hosszú évek során is ütőképes, illetve ütésálló legyen, és képes legyen olyan rendkívüli helyzetek kezelésére is, amire a 2020-as év jó példát nyújtott. A szerviz csapat egyébként komplett szolgáltatást ad bérbe, amibe beletartozik az autó és a teljes szerelői gárda. Így a szakemberek hétről hétre kísérik a pilótákat a versenyek helyszínére. És ha már a pilótákat szóba hoztam, akkor nézzünk is vissza Ádámhoz, aki, ahogy korábban említettem, egy sötét szobában is teszteli és fejleszti magát. Az első körben csak a zöld B betűt szabad megérinteni. Lekapcsolom a lámpát, és onnantól indulunk. Figyelj! Ez a speciális edzés a koncentrációt, a reflexeket és a térlátást fejleszti. Iszonyatosan bonyolult feladat, de kifejezetten hasznos egy versenyzőnek. 38 érintés, Ádi. Nagyon szép munka volt. Ez jónak számít? Tehát ez a 38, ez igen, ez egy jó eredménynek számít egy perc alatt. Persze ezt is kiszerettem volna próbálni, amire meg is kaptam a lehetőséget. Inget levéve nekiveselkedtem, és állítólag nem is ment rosszul. Ugrálásban tehát nem vagyok rossz, de azért a versenyautó vezetést hagyom a profikra, mint ahogyan a szervizelést is. Összetett sport, összetett hivatás, ami nagy szervezést és persze anyagi befektetést igényel. De ha minden területen megtaláljuk a legprofibb szereplőket, akkor a győzelem garantálható.